méltatták a magyar kanizsai gyógyturizmus egy évszázadát a fürdőben ma megtartott ünnepségen. Veszna Kopitovics tartományi egészségügyi titkár amellett, hogy gratulált az alkalmazottaknak, jeles ünnepük kapcsán megígérte, hogy a tartománya őben is méltán segíti a magyar kanizsai gyógyfürdő munkáját. Titkárságom nevében megígérhetem, hogy támogatjuk a magyar kanizsai gyógyfürdő fejlesztését. Erről a helyről megígérhetem, hogy a közeljövőben az ide tervezett hidroblokk kiépítését is finanszírozzuk. Magyar Kanizsa polgármester azt mondta, köszönettel tartozik a gyógyfürdőnek, hogy elvitte a szerte világban a tiszamenti város hírnevét. Magyar Kanizsa községben komoly hagyományai vannak a vendéglátásnak, a gyógyturizmusnak és az egészségturisztikai szolgáltatásoknak. Városunk történelme szinte összefort a gyógyfürdőjével. Az egybegyűltekhez szólt Szlobodánka Drndarszki, a gyógyfürdő igazgatónője. Ő az alkalmazottaknak mondott köszönetet, munkájukat pedig vásárlási utalvánnyal hálálta meg.